Utcák, terek, házak, többnyire családi házak. Lakóik élik szokványos életüket, kik jobban, kik rosszabbul. Néhány házban kissé másképpen zajlik az élet. Lakásotthonok. Családjuktól különböző okokból elszakadni kényszerült gyermekek lakják. Filmünk az ő életükről, mindennapjaikról szól. Ebben az évben dolgozom 34 éve a gyermekvédelemben. 1980-ban kezdtem. Itt Pétervásárlán akkor még diák otthon volt, ami most már öregek otthona, illetve idősek otthona, és nagyon sok változáson mentünk az alatt, ez idő alatt keresztül. 84-ig még voltak diákotthonos gyerekek, onnastól már csak állami gondozott gyerekek voltak, és 1984-től van lényegében Pétervásárlán gyermekotthon. A 97-es törvény, gyermekvédelmi törvény még nagyobb változást hozott be, ez kimondta, hogy vagy családias csoportokat kell kialakítani a gyermekotthonba, vagy pedig lakásotthonokat. Mi a lakásotthonok mellett döntöttünk, pályáztunk, és következtében Istenmezén egy lakásotthonunk van, és Pétervásárlában három lakásotthonunk. A lakásotthonokban 12 gyerek van elhelyezve. Feladatunk a ideiglenesen elhelyezett, illetve nevelésbe vett gyermekek otthon körű ellátása, teljes körű ellátás, a szocializációs feladatok ellátása, illetve van utógondozói feladatunk is, nagykorút 24 éves koráig, ha tanul, illetve dolgozik, fogadhatunk be. Valamint most már anyát is befogadhatunk gyermekével, ez két lakásotthonban lehetséges, a Keglevics úti lakásotthonban is Istenmezei. Egy családnak is komoly feladat a gyereknevelés, még akár egy-két gyereknél is. Önöknél 11 gyerek nevelkedik és él itt együtt. Különböző korcsoportba tartoznak, különböző képességekkel rendelkeznek, és még lelkileg, érzelmileg is sérültek. Mégis minden gyereknek próbálják megadni a számára a legmegfelelőbb ellátást, gondoskodást. Hogyan sikerül ez? Nehéz a feladatunk. Ugye minden gyerek különböző, mi is természetesen úgy állunk hozzájuk, hogy minden gyerekhez másként. Sajnos nem lehet egy kaptafára megcsinálni ezeket a dolgokat, minden gyerekhez máshogy kell közelítenünk, minden gyereknek meg kell találnia maga kis nyelvezetét, aztán kivel könnyebben, kivel nehezebben boldogulunk, és akkor napi szinten próbálunk velük így előrébb jutni. Minden gyerekhez meg kell keresni a hozzám vezető utat. Tehát ez az első feladatunk, és akkor, hogyha megvan a hozzám vezető út, akkor próbáljak úgy, hogy tudjunk neki segíteni az eddigi sérelmeit feldolgozni, meg a további életbe is, hogy segítséget tudjunk nekik adni. Igaz, pótolni a családot nem tudjuk, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy a gyereknek a legjobb legyen. Van róla egy szakértői vélemény a gyerekekről, előzményekről, bekerülésének okáról, szihés, fizikai állapotánról egy felmérés. Ez már nekünk egy indulásnak egy segítség, hogy a gyerek körülbelül milyen, aztán mikor ide kerül, akkor mi is sok, nagyon sok személyes beszélgetéssel, egyéni interjúzással igyekszünk a gyereket fölmérni, illetve, és ezek alapján készítünk egy egyéni gondozási nevelési tervet, ami kifejezetten a gyerek személyére szabott, és ez alap ebbe próbálunk különböző feladatokat megvalósítani, fölmérjük a gyereknek, mire van szüksége, esetleg pszichológusra van szüksége, esetleg fejlesztésre van szüksége, tanulmányában hol áll, milyen segítségekre van még szükség, és ez alapján próbáljuk őket segíteni, gondozni. Ugye főleg itt, ahogy a nevelő, mint nevelő, és mellette még az 5 gyerekfelügyelő, és ez alapján próbáljuk őket. És akkor persze, hogy ahogy telik az idő, menet közben egyre jobban ugye megismerjük őket, a gyerekek ugye, amikor bekerülnek elég, nagyon sok zárkózottak, nehezen nyílnak, keveset beszélnek, tehát ez is egy komoly munka, hogy szóra bírjuk őket, a bizalmukba férkőzzünk, és akkor ez alapján mindig folyamatosan ismerjük, és ez alapján, tehát folyamatosan mérjük fel mindig a lehetőségeket, hogy mik volnának az igényei, vagy mire volna szükség, és ez alapján próbáljuk. Tehát mindenkivel egyénileg próbálunk dolgozni.
Te 3 éve kerültél ebbe a lakásotthonba. Mennyire tudtál beilleszkedni? Hát, ha úgy nézzük, beilleszkedtem, mert úgy rám nincsen panasz, ha megvan, hát akkor azt meg szoktuk beszélni. Gondolom, most már vannak barátaid, barátnőid. Vannak, igen. A legkisebb gyerek 12 éves, a legnagyobb pedig középiskolás. Elég közel állnak egymáshoz korban. Ez könnyíti a gondoskodást, a közöttük levő kapcsolatot, vagy nehezíti? Nekem mindig ilyen szórt gyerekeim voltak, tehát így életkorban mindig szórtak voltak. Egy a lényeg, hogy én azt teszem észre, hogy talán azért könnyebb a dolgunk, hogyha egyféle korosztály van, hogyha közelebb állnak egymáshoz, mert így ők is sokkal könnyebben megértik egymást. Igaz, sajnos a buta még nem is tudom, hogy mondjam, tehát milyen dolgokba is könnyebben bele tudják így egymást vinni, viszont nekünk így szerintem könnyebb a dolgunk, legalábbis nekem mindenféleképpen, hogy közelebb állnak egymáshoz, mint hogyha lenne mondjuk óvodás, meg lenne mondjuk egyetemista gyerkőc is a lakásotthonban. Nálunk nem okoz problémát, hogy nagy a korkülönbség a gyerekek között. Igen, segítik is a nagyobbak a kisebbeket. Esetleg abból adódhat probléma, hogy a kisebbek árulkodnak a nagyokra, tehát ilyenből adódhat, de másból nem. Mondom, hogy ez minél, tehát minél szélesebb a gyerekeknek a kora, annál jobban tudunk velük dolgozni, mert annál jobban meg tudjuk vonni a többi gyereket is a velük való munkába, és akkor így hatékonyabban tudunk dolgozni. A gyerekek is hozzászoknak ahhoz, hogy vannak kisebbek, akik nagyon sok esetben besegítenek a nagyok. Tehát kérés nélkül segítenek nekünk felnőtteknek, meg a kicsi is, tehát hozzászokik a nagyobbnak a jelenlétéhez. Én azt gondolom, hogy tehát nem nehéz, az, hogy nem nehezebb az, hogy van pici is, meg nagy is. Van itt rajtad kívül még 4 testvéred. Kisebbek is, nagyobbak is. A kicsi még óvodás. Szoktál neki segíteni? Szoktad óvodába vinni, vagy menni érte? Igen, hát amiben tudok segíteni, abba segítek. És te nagyon jó tanuló vagy, szorgalmas is vagy, és szoktál-e az alsós testvérednek segíteni? Hát úgy, mint az előbb mondtam, hát megpróbálok mindenbe segíteni, amiben tudok, meg amiben kell. Testvérek is élnek ebben az otthonban. Most amikor bekerülnek a testvérek egy nagyobb közösségbe, erősödik a testvéri szeretet, vagy esetleg gyengül? Úgy gondolom, hogy mindenképpen nagy segítség nekik, hogy együtt vannak. Tehát a bekerülés az egy nagyon ijesztő helyzet. Mindenki meg van rémülve, nem tudja, mi történik vele, nem érti a szabályokat. Az nagyon nagy segítség, hogyha van akihez, van egy ismerős személy a közelemben, akihez tudok ragaszkodni. A testvéri szeretet erősödik, főleg akkor, hogyha valami olyan szituáció van, amikor a gyereket sérelem éri, vagy valami baja történik, akkor nagyon érezhető, tehát tűzzel mennek egymásért a gyerekek. Tehát kiállnak egymásért, harcolnak egymásért, tehát nagyon megerősödik bennük. Tehát tudják, hogy csak egymásra számíthatnak. Mi tele vagyunk testvérpárokkal, tehát van azt hiszem, hogy 4 testvérpárunk, tehát a 11 gyerekből 8-an édes testvérek, sőt 9-en, mert van egy 3-as testvérpárunk is, változó. Van, amikor segítőkészek egymás iránt, de van, amikor pontosan, hogy a testvérek piszkálják, illetve bántják egymást legjobban, tehát változó. Ezeket is ugye napi szinten megéljük, és akkor próbáljuk ugye korrigálni. De egyébként összetartóbbak a testvérek, mint a nem testvérgyermekek. Én azt gondolom, hogy ez gyereke válogatja, mert például a 2 óvodás, aki nekem van 2, ők nagyon ragaszkodnak egymáshoz, viszont a nagyobbak azoknál nem mindig erősödik. Nem szakad még közöttük a testvéri kapcsolat, de lazul. Nem mindenkinél, de van, akinél lazul is ez a kapcsolat. Most egy egyszerű hétköznap, vége van a tanításnak, megérkeznek a gyerekek éhesen. Önök itt főznek, itt készítik el az ebédet. Figyelembe tudják-e venni a gyerekek igényeit, ízlésvilágát, vagy inkább csak az egészséges táplálkozás szabályaira szabad odafigyelni? Hát maradjunk annyiban, hogy elsősorban a gyerekeknek a kívánságait vesszük figyelembe, tehát ez úgy szokott működni, hogy fogjuk, leültetjük a gyerekeket, megbeszéljük, hogy no, fiúk, lányok, akkor körülbelül mi az, amit mindenki
idézőjelbe téve mindenki szeret. Persze ilyen étel nincsen, de megpróbáljuk úgy összeválogatni nekik, hogy mindenki tudjon belőle válogatni. Hát az egészséges táplálkozás. Hát maradjunk annyiban, hogy szerintem sok olyan nem szeretem étel lenne ezzel a dologgal kapcsolatban, amit úgymond fölöslegesen készítenénk el. Ez az én saját véleményem. Gyerekekkel is beszélgettünk már róla. Ők is inkább úgy vannak vele, mint én is, hogy a hagyományos, jól bevált dolgokat sokkal jobban, jobb ízűen eszik és fogyasztják. De gondolom emellé akkor a gyümölcsök és tejtermékek azok megmaradnak. Természetesen, tehát nekünk előírás az, hogy minden héten legalább egyszer gyümölcs, joghurt, különböző édességek, különböző zöldségek kell, hogy felkerüljenek az étlapra. Ugyanúgy meg van szabva, hányszor kell főzeléknek lenni, hányszor kell tejtermékből készült dolognak lenni. Úgyhogy ezeket én úgy gondolom, hogy maradéktalanul be is tudjuk tartani. Hát itt meg kell találni az arany középutat, ugyanis szeretnénk azt is, hogy az az étel kerüljön az asztalra, amit szeretnek. De viszont nekünk azt is figyelembe kell venni, hogy mi az egészséges. És akkor ezt közösen leülünk, és akkor tehát kompromisszumot kötünk, hogy jó, akkor most ez van, amit te szeretsz, de viszont ezt is bele kell tenni abban, abban, akkor ezt hogy oldjuk meg. Úgyhogy ezt közösen szoktuk megoldani. Kelleni, van egy előírás. Ezt nekünk mindenképpen tartani kell magunkat. Ettől függetlenül a gyerekek véleményt általában megszoktuk, tehát ismerjük a gyerekeknek a ízlését, mit szeretnek, mi az, ami jobban ízlik, mi az, ami kevésbé, és igyekszünk az ő véleményüket is figyelembe venni, összeállítani mindig az étlapot. Az étlapot négy hétre írjuk meg előre, úgy megírva van egy élelmiszerfelelősünk, és akkor ő írja meg az étlapot, és ezt én ellenőrzöm, én megnézem, illetve a gyerekekkel is megnézhetjük az étlapot, és ők is aláírják, tehát elfogadják az étlapot. Hát mi megpróbáljuk az étlapot, tehát az előírásoknak megfelelően elkészíteni, de igenis figyelembe vesszük, mert nekünk az a lényeg, hogy a gyermek egyenne azt, hogy olyan ételeket készítsünk, amit esetleg nem szereti, és csak visszaadja a tányérjába. Tehát közösen készítjük az étlapot a gyerekekkel. A gyerekek kapnak zseppénzt. Irányított kell nekik ezt elkölteni, vagy teljesen ők döntik el, hogy mire költik el? Hát nehéz kérdés. Elméletileg mi segítünk nekik takarékoskodni a zseppénzük elköltésében. A gyerekeknek egyébként jogukban áll hónap elején, tehát amikor megkapja a zseppénzt, kikérni az összes zseppénzét. Erről minden év elején nyilatkoztatjuk is a gyerekeket, hogy ő mit választ, hogy egy összegben, illetve részleteiben kéri a zseppénzét. Nagyon ritkán kérik azt, hogy egy összegben, de azért ez is előfordul. Természetesen próbáljuk irányítani őket, hogy ne alkoholt, ne drogot, ne cigarettát vásároljanak ebből a pénzből, hanem inkább akkor egészítsék ki azokat a dolgokat, amiket itt úgy gondolják, hogy ők nem kapnak meg, tehát mondjuk akkor vesz magának több édességet, hogyha kevesli azt, ami itt van, vagy akár olyan egyedi kozmetikai dolgokat, amiket ő úgy gondol, hogy ő neki az szüksége lenne rá. Hát viszont változó, hogy mire költik. Sajnos az előbb felsorolt három dolog közül is költik a gyerekek a zseppénzüket, viszont törvény írja elő, hogy ezeket ki kell nekik adni. A zseppénzüket megkapják minden hónapban, és akkor azt ők szabadon használhatják föl. Ezt mi nem mondjuk meg, hogy mit vegyen belőle, mire költse. Próbálunk nekik segíteni, tanácsot adni, hogy most ezt, vagy próbálom, hogyha esetleg valami szeretne olyan dolgot, akkor hogy gyűjteni például, vagy hogy segíteni neki, hogyha olyan komolyabb dolgot szeretne vásárolni, illetve hogyha igényli a gyerek, akkor persze kimegyünk vele, és akkor együtt költjük el, de alapvetően ők teljesen önállóan gazdálkodnak a pénzükkel. Aztán, hogyha elkölti egyszerre az egészet, akkor ez is egy tanulság, ebből is tanul, esetleg, hogyha megtanulja beosztani, vagy felhasználni, vagy esetleg gyűjteni valamire több hónapon keresztül, akkor az is egy jó lecke, úgy gondolom. És az öltözködésnél, amikor elmennek vásárolni a gyerekeknek, apa is beleszólhatnak, figyelembe veszik azt, hogy milyen igényeik vannak, milyen az ízlésük? Igen, mindenképpen. Tehát közösen járnak el vásárolni, és akkor hát ami neki tetszik. Na most ugye a ruhavásárlást azt a családi póték teljes körű felhasználásával biztosítjuk a gyerekek számára.
A gyerekek tudják nagyon jól, hogy ez jár nekik, és ebből általában ruhát szoktunk vásárolni. Természetesen ott vannak velünk, ők választják ki az adott ruhadarabot, legyen az cipő, farmer, akár alsónemű, teljesen mindegy. És bizony szelektálnak a gyerekek, tehát tudják azt, hogy ha én összegyűjtök 2-3 havi ilyen családi pótlékot, akkor abból már bizony mondjuk esetleg egy márkásabb cipőt, egy márkásabb ruhadarabot tudok vásárolni. És akkor ezeket ugye, ezeket az igényeket felém közlik, és akkor vagy én, vagy valamelyik kolléganő elmegyünk velük, és akkor megvásároljuk. Az új törvény szerint most már családi pótlékot is teljes mértékben felhasználhatjuk a részükre, tehát most már egy kicsit nagyobb anyagi lehetőségeink vannak, és mindenféleképpen a gyerekekkel vásárolunk. Tehát ruhavásárlás nem is történhetne az ő részvitelük nélkül, mert ráadásul itt ugye nagyobb gyerekek is vannak, tehát őnek már azért viszonylag kialakult ízlésük van, ami nagyon fontos nekik a divat. Tehát mindenféleképpen együtt megyünk, ez egyben ugye, hogy segíti abban is, hogy látják, hogy hogyan működnek ez a dolgok, mi mennyibe kerül, hogy próbáljuk neki segíteni, hogy mi áll neked jól, mi neked az előnyös, hogy kell a megfelelő méretet, tudod, hogy mik a méreteid, hogy mit vegyél föl, és tehát ezekkel is, ezzel is segítünk nekik abban, hogyha később oda kerül a sok önállóan is lehetünk. Sőt, már vannak olyanok a nagyobb gyerekeknél, akár ugye van nekünk egy nagykorunk is, aki már teljesen önállóan vásárol. Tehát megkapja az összeget, megbeszéljük, hogy mit szeretne venni, és akkor ő már önállóan elmegy. Ha olyan a gyerek, megbízható, meg annyira tudjuk, hogy megfelelően tud vásárolni, akkor akár arra is van lehetőség, hogy önállóan el tudjon menni. Ezzel is egy picit erősíteni az önbizalmát, illetve segíteni abban, hogy önállóan tudjon dolgokat elintézni, ügyeit intézni. Ebéd után kezdődik a tanulás. Vannak gyengébb képességű gyerekek is, meg vannak jó képességű, szorgalmas gyerekek. Tudnak-e egymásnak segíteni a gyerekek, vagy felnőtt segítségét igénylik? A nagyobbak önállóan tanulnak, tehát igen, képességükhez mérten, a kisebbek pedig mindig felnőtt segítségét, illetve a nagyobb gyerekek, hogyha tudnak, ők segítenek, főleg ilyen angol házi feladatoknál, amikor a felnőtt éppen nem tud ebben segítkezni. Hát minden elsősorban a nevelő, tehát én ülök le velük tanulni, aztán amennyiben több, nagyobb szükség van, akkor gyerekfelügyelőt is bevonjuk a csapatba, hogy mondjuk én foglalkozok az egyik gyerekkel, addig ő esetleg a másikkal a házi feladatot megcsinálja, ha ő igényli ezt a segítséget, illetve a gyengébb képességű gyerekeknek még segítség, hogy hetente egyszer fejlesztő pedagógus is jár ki a lakásba, és különböző feladatokkal, korrepetál gyakorlásra is segíti a felzárkóztatásban őket. És igen, az is előfordul, nálunk már elég jellemző, hogy a nagyobb középiskolás gyerekek esetleg segítenek az általános iskolásoknak különböző feladatok megoldásában. Nem nagyon jellemző az, hogy a nagyobb gyerek segít a kisebb, ám bár erre is volt már példa, de a gyakorlat az azt mutatja, hogy a lakásba kiáró szakemberek elsősorban fejlesztő pedagógus, illetve én, mint pedagógus végzettségű nevelő, ugye mi látjuk el azt, hogy a gyerekekkel foglalkozunk, mi segítünk nekik a házi feladatokat megcsinálni, mi tanuljuk velük közösen a versikéket, illetve hát az elméleti tananyagot is mi vesszük át. Emellett ugye természetesen a gyerekfelügyelők, gyerekvédelmi asszisztensek is ugyanúgy segítenek a munkánkba. Segítenek a nagyobbak is, de tehát délután hazajönnek, megebédelnek, és akkor leülünk. Aki akar, az mehet a szobájába tanulni, de nem tudom, nálunk ez megszokás, hogy mindenki leül az asztalhoz, és ott közösen tanulunk. Ha kérnek segítséget, akkor segítek én is, kolléganőm is, vagy ha esetleg nagyobbtól kérnek segítséget, akkor ők is tudnak nekik segíteni. De a legtöbb az megpróbálja először önállóan megoldani. Hát a tanulmányaimról meg csak annyit, hogy ugye most kertészakon vagyok, mi nekem van egy évem, utána egy érettség, és hogyha úgy van, akkor egy főiskolát szeretnék még letenni. Hát akkor én szorítok neked, hogy sikerüljön a főiskolára bejutnod és diplomát szerezni. Köszönöm szépen. Otthon a családban a gyerekek feladatokat kapnak a házi és ház körüli munkákban. Itt mennyire vonhatók be a gyerekek? Szívesen segítenek-e a felnőtteknek? Tehát igen, a lakás otthonban nálunk mindenki szívesen segít. A lányok a főzésben, egy-egy vacsora ebéd elkészítésében, a fiúk pedig a ház körüli munkában is szívesen részt vesznek. Van, aki nem, de megpróbálunk mindenkit bevonni, és ha lehet, ezért jutalomban részesülnek, hogyha olyan dolgokban segítenek. Ez is változó. Van, aki igen, van, aki nem. Természetesen a lányok jobban hozzáteszik magukat ehhez a dologhoz, a fiúk kevésbé, ám bár attól is függ, hogy
éppen melyik nevelő dolgozik, mert hogyha férfi kolléga dolgozik, akkor a fiúk is inkább jobban besegítenek. Ha mondjuk női kolléga dolgozik, akkor inkább a lányok, de természetesen nem mindegyik, tehát van egy-két olyan kivétel, aki szinte mindig, van olyan is, aki szinte soha. Tehát ez is változó. Családias körülmények között élünk egy lakásotthonban, tehát itt különböző háztartási feladatok vannak, a főzés, mosás, takarítás, kerti munkák, és ezt igyekszünk mindent a gyerekekkel közösen csinálni. Van, aki jobban bevonható, van, aki kevésbé, de igyekszünk mindig megtalálni mindenkinek azt, amit ő legjobban szeret csinálni. Például a nagyobb lányok imádnak sütni, főzni, süteményeket készíteni, a fiúk szeretnek a kertészkedni például, nagyon szeretik csinálni. A takarítási feladatok azt mindenkinek meg kell, tehát például nem rendszeres, hogy például szombat a nagy takarítás napja, akkor alaposan mindenki kiveszi részt a munkából, és akkor alaposan áttakarítjuk a házat például. Ezzel is szoktatni őket a rendszerességre, vagy például önállóan mosnak például. Van automata mosógépünk is, de van nekünk egy forgótársas, amiben ők mosnak. Ez azért van, hogy szokják ezt is, igyekezzenek vigyázni a ruhájukra, a tisztaságra, és megszokják azt a rend, hogy milyen feladatokkal jár. Hát szeretsz-e főzni, vagy takarítani, vagy a mosásban segítkezel szívesen? Mosni, azt én szoktam. Csak a saját ruhádat, vagy másnak is besegítesz? Az enyémet, mert néha az egyik társamnak. És mit csinál szívesen a szabadidődben? Tévézek, vagy nagyon néha olvasok. Tanulás után azért marad a gyerekeknek szabadidejük is. Mivel szokták eltölteni a szabadidőt, hétköznap, hétvégén vagy a nyári szünetekben a gyerekek? Hát a fiúk, ők gyakran focizni járnak, a kicsikkel ki szoktunk menni a játszótérre, hétvégén általában mindig valamilyen kirándulás van, ez vagy helyben, vagy éppen Egerben, vagy a környéken történik. Szünetek alkalmával, főleg nyári szüneten, egy hetes táborozáson vesznek részt a gyerekek, ezek mindig különböző helyszíneken vannak. Tehát nagyon szeretnek kirándulni járni, tehát nagyon sokat van, hogy egy-egy délután, hogyha úgy adódik, bemegyünk Egerbe, pizzázunk, sétálunk egyet. Ez is változó, azt kell, hogy mondjam, tehát ismétlem önmagam. Hát legszívesebben ugye a számítógépezést szokták választani. Nagyon ritkán olvasnak sajnos, ami ugye hát hátrányunk. Vannak, akik foci edzésre járnak, tehát három fiunk van, aki a helyi sportegyesület, labdarúgó sportegyesületnek az igazolt tagja. Két lány jár lányfocira rendszeresen. Hát a többiek pedig, mondom, a számítógépezésen kívül zenét hallgatnak, még tévét néznek, kimenőre mennek, ekkor ugye a barátaikkal találkoznak, vagy itt hátul, mivel van egy, hát majdhogy nem egy komplet játszó terünk itt a lakás háta mögött, az udvar részen, tehát itt szokták eltölteni az idejüket. Tanulás után, mivel itt jobban kisebbek vannak, itt ők jobban szeretnek a jó idő esetén a szabadba kint szaladgálni, kinti játékokat játszani, a nagyobbak, ők szeretik maguknak megszervezni a szabadidejüket. Van arra is példa, amikor ők is oda jönnek hozzánk játszani, de legtöbb esetben ők már kimerőre mennek barátokhoz, tehát ők szervezik meg. A kisebbek, hogyha nem jó az idő, akkor ők nagyon szeretnek bent társasozni, kirakózni, vagy csak egyszerűen leülünk és akkor beszélgetünk. Azt is nagyon élvezik, mikor csak beszélgetünk velük. Kimegy a városba, találkozhat a barátaival, barátnőjével, a fiúk esetleg, ott azt az idejét szabadon töltheti. Ezen kívül vannak különböző szakkörök, amikre járnak, például van nálunk olyan fiúk, akik focizni járnak, le is vannak igazolva a helyi sportegyesületnél, aztán vannak olyanok, akik táncolni járnak a helyi általános iskolába, táncakörre, énekkarosok vannak, tehát igyekszünk minél tágabb teret engedni nekik, hogy minél hasznosabban töltessék a szabadidejüket, mert ez pozitív dolog. Tehát akkor van egy probléma, hogyha egy gyerek általában unatkozik. Az nagy probléma, ezért igyekszünk minél jobban lekötni az idejüket. Te mivel töltöd legszívesebben a szabadidődet? Hát leginkább fotballal és számítógépezés. Hallottam, hogy nagyon jól tudsz focizni. Leigazolt játékos vagy a sportegyesületben? Igen, a Pétervásárai Sportegyesület U16-os tagja vagyok. Leigazolt. Azt is hallottam, hogy szakkörre is jársz, mégpedig a riportmanók szakkörébe. Szívesen jársz oda? Szereted, amit ott csináltak? Igen, nagyon szeretem. A foglalkozó tanár is nagyon jó tanítja. Legtöbbször
tanulni szoktam, ha úgy van, úgy esténként inkább, mert még nem lehet úgy, mert mindenki megy szanaszét is, úgy nem lehet. Meg ha úgy van, akkor a nevelőknek szoktam segíteni. Főzni, takarítani. De inkább sütni szoktam legtöbbször. Almáspitét szeretek. Na, akkor örülnek neki a többiek biztos, amikor kedved van süteményhez fogni. Meg szokták enni, úgyhogy abban is panasz. Mivel töltöd szívesen a szabadidődet? Tévézéssel, alvással és olvasással. És amikor tévézel, akkor melyik a kedvenc műsorod? Hát, mikor megy a tévébe. Tehát olyankor nem válogatsz, hanem bármit megnézel. Igen. És amikor olvasol, akkor újságot szeretsz, könyvet szeretsz olvasni? Hát, mindkettőt. És milyen témájuk? Hát könyvben olyanokat, amik olyan helyzetről szólnak, amilyenben mi vagyunk. És akkor beleéled magad, átéled, és te ilyet szeretsz olvasni. Igen. Tavaly nyáron voltak biztos valahol, melyik a legemlékezetesebb kirándulás vagy tábor? Hát éppen beszélgettünk a gyerekekkel, hogy mi volt az, amire ők igazán szívesen emlékeznek vissza, és tavaly nyáron Halásztelken voltunk, és azt mondták, hogy egy élménydús táborozásban volt részük, mert voltunk a cirkuszban, akkor voltunk Vidámparkban, állatkertben, hajukáztunk a Dunán, meg még a Balatonhoz is két nap lejutottunk. Úgyhogy talán ez volt az egyik legemlékezetesebb tábor. Minden nyáron anyagi lehetőségünktől függően egy vagy kettő nyaralást mindig szervezünk, egy hetes tábort szervezünk nekik. Például tavaly Halásztelken voltunk Budapest mellett, most még éppen szervezés alatt van, de például a Balatonhoz vagy a Szelidító környékére tervezünk most egy ilyen kirándulás, nyaralást. Minden hónapban megyünk egy hétvégén kirándulni. Minden kirándulásból más emlék marad meg nekik. De talán a legjellegzetesebb az, mikor a nyáron egy hetet együtt töltünk. Az marad meg bennük évekig. Vagy ha havi kirándulást nézzük, akkor mindig azt nézzük, hogy ők hova szeretnének, mit szeretnének megnézni. Ha mozit szeretnének megnézni, akkor oda megyünk. Vagy ha a nagyobb lányok, ők például nagyon szeretnek plánzázni. És akkor próbáljuk összehozni, hogy a lányok plánzáznak a kicsikkel, meg addig meg olyan helyen vagyunk, ami a kicsiknek is érdekes. Minden évben elmegyünk a gyerekekkel kirándulni, nagyon-nagyon szokták ugye szeretni. Bármelyik évet tudnám mondani. Én minden évben ott voltam velük, teljes gyereklétszámmal. Tavaly évben, illetve a tavaly előtti évben, tehát most már második alkalommal Halásztelken voltunk. Van egy adományozónk a Tatárpékség jóvoltából. Ennek a vezérigazgatója Tatár Ernő úr, ő ajánlotta föl, hogy a üzem melletti családi házukban, amit már ők nem használnak, ott eltölthessünk ugye egy-egy hetet. Ez úgy nézett ki, hogy két-két csoport ment egy-egy héten keresztül, így váltottuk egymást, és innen Halásztelekről, hát Budapest nevezetességei közül szinte nagyon sokat bejártunk. Most csak tényleg egy párat megemlítve, a Nagy Cirkuszban voltunk, Állatkertben voltunk, Közlekedési Múzeumban voltunk, de lejutottunk két alkalommal is a tavalyi évben a Balatonhoz is. Talán ezt élvezték a gyerekek a legjobban, ugye az egész napos fürdőzést, de voltunk mi már Szlovákiában három alkalommal, voltunk mi már Poroszlón, úgyhogy csereüdülés kapcsán Lőrinciben. És amikor kirándulni mentek, vagy táborozni, oda szívesen mész-e? Igen. Meséld már el nekem, légy szíves, hogy melyikre emlékezel legszívesebben. Hát ahol most voltunk, nyáron Halásztelken, Pesten. És ott mi történt, hogy arra szívesen emlékszel? Hát, hogy jó volt együtt a gyerekekkel, meg a Béninivel. És elmentetek valahová, vagy csak ott voltatok, és kitöltöttétek a szabadidőtöket? Hát voltunk Pesten, voltunk ott moziba, voltunk Szentendrén hajóval. Minden gyerek várja a születésnapját, névnapját. Ez önöknél hogy történik? Megemlékeznek erről az eseményről? Természetesen a születésnapokat, névnapokat mindig megtartjuk. A gyerekek születésnapok alkalmával külön ajándékot kapnak, illetve tortát, plusz még a gyerekek egyénileg is megajándékozzák zseppénzükből egymást. Igen, természetesen, tehát minden gyereknek ugye a naptárban
be van írva nagybetűvel, hogy mikor van a születés, illetve névnapja. Névnap alkalmából általában csak felköszöntik egymást a gyerekek, illetve mi nevelők is őket. Hogyha pedig születésnap van, akkor mindenki választhat saját magának, hogy milyen tortát szeretné a születésnapjára. Természetesen olyan is van, hogy akkor kérnek ki a gyerkőcök zseppénzt, és akkor tudják, hogy most ő mit szeret, vásárolnak neki esetleg egy sprét, egy csokit, vagy akármi ilyesmit illatszert főként, és akkor így egymást is fel szokták köszönteni. Mi tőlünk általában egy-egy ilyen szabadon választott tortát kapnak a gyerekek. Igen, mindenkinek megünnepeljük tortával, születés névnapját, meg az egyéb ünnepeket is megtartjuk. Persze, igen, születésnapokat az minden, tehát a torta készítés az más, már nagyon tudják előre, tehát mindig itt mi készítjük el a tortát is, nekik ajándékot, névnapokra felköszöntjük őket, igyekszünk, megünnepeljük a különböző ünnepeket, karácsonyt. Karácsonykor például történik-e ajándékozás? Igen, minden karácsonykor, és én december elején mindig kérem tőlük, hogy írjanak a Mikulásnak, meg a Jézuskának levelet, és akkor így megpróbálom, tehát olyan ajándékot venni nekik, amit szeretnének. Tehát bizonyos keretek között persze ez ajándékozás, de mindenki kap ajándékot. Mi a karácsonyi ünnepséget egy pár nappal karácsony előtt szoktuk megtartani, azért, mert ugye vannak gyerekeink, akik a szünetre hazautaznak, és hogy együtt közösen tudjunk ünnepelni, akkor a gyámot és a gyerekekkel foglalkozó embereket meghívjuk, közösen van egy közös ünnepségünk, ami megadja az alaphangulatát az egész délutánnak, utána pedig megtörténik a gyerekek ajándékozása, és van egy közös vacsoránk. Tehát ez én úgy gondolom, hogy ez egy tényleg egy megható szokott lenni, plusz még karácsonykor, akik itt maradnak gyerekek, azok külön ajándékban részesülnek. Hát ugye a lakás otthon minden gyereknek hát megveszi a karácsonyi ajándékot. Itt is ugye figyelembe vesszük, hogy a gyerek mit szeretne. A gyerekek pedig általában saját készítésű, közösen elkészített ajándékot adnak a felnőtteknek, illetve a karácsonyi ünnepségre meghívott vendégeknek. Most itt inkább a szeretet jelentőségére szoktunk összpontosítani, ezt próbáljuk kiemelni, illetve a bensőséget, a családias ünnepet próbáljuk erősíteni, ezt is érezzék, hogy milyen, mikor egy családban együtt ünnepelünk, és beszélgetünk, és jól érezzük magunkat. Most már a gyerekek egy pár éve hagyományá vált náluk, hogy ők is készítenek ajándékot. Szoktunk vendégeket hívni a karácsonyi vacsorára, azt ők elkészítik, illetve két éve már hagyomány, hogy titokba készítenek a felnőtteknek is ajándékot, amit teljesen ők egyedül, önállóan, minden felnőtt kizárása nélkül azt ők csinálják nekünk, és úgy gondolom, hogy nekünk ez szokott a legjobb, ennek szoktunk a legjobban örülni. Nekünk a szakellátásnak és az alapellátásnak az a feladata, hogy a családban minél elő visszakerüljenek ezek a gyerekek. Tehát nagyon kevés olyan gyerek van, aki a 18. születésnapját nálunk tölti, tehát nagykorúvá nálunk válik. Ha nagykorúvá válik nálunk, akkor attól függően, hogy hány évet volt nevelésben, a jelenlegi jogszabály szerint 3 évet meghaladóan kaphat otthonteremtési támogatást. Ez azt jelenti, hogy aki régebbi gyerek, azért mondom, hogy régebbi, mert az új törvény szerint már a családi pótlékot a teljes körű ellátásukra, vagy a teljes körű ellátásuk kiegészítésére használjuk fel. A régebbi gyerekeknél viszont még van családi pótlék a gyámi számlán, tehát ezt az összeget az állam egy bizonyos összeggel kiegészíti, ebből lehetőség nyílik arra, hogy lakást vásároljunk részükre. Természetesen ezt ők válasszák ki. Ez nem azt jelenti, hogy egy nagyon szuper ingatlanra kell gondolni, de mindenképpen elég egy falun egy egyszobakonyhásra, ahol elkezdheti az életét. Amikor innen elkerülnek a gyerekek, visszaszoktak-e ide látogatni? Marad-e kapcsolat önök és az itt felnőtt gyerekek, illetve fiatalok között? Én azt szoktam mondani, hogy nekem nagyon sok gyerekem van. Az első gyerekeim már több mint 30 évesek, ugye az internet segítségével szinte napi kapcsolatban vagyunk, és nagyon-nagyon sok olyan gyerek van, aki visszajár hozzánk, visszajönnek. Ennek által azt is mondom, hogy nagymama is sokszorosan vagyok, mert ugye már nagyon sokan családot alapítottak. Részlet egy lakásotthonban nevelkedett felnőtt naplójából. Én elmondhatom, hogy nekem volt gyerekkorom. Én nem szégyellem, sőt, büszke vagyok arra, hogy gyermekotthonban nevelkedtem. Mert ha ez nem így történik, akkor most nem vagyok az, aki vagyok.
Férjem, gyerekem, saját otthonom és munkahelyem van. Jelenleg is tartom a kapcsolatot az intézménnyel, ha bármilyen problémám van, kereshetem őket. Szívesen segítenek. Köszönettel tartozom munkahelyemnek, hogy elfogadtak engem, és köszönettel tartozunk a gyerekotthonnak, hogy két kis magára hagyott gyerekből apát, anyát és családot neveltek. Építettünk egy nagy-nagy bájat. Ha maga is kicsi lenne, akkor maga is megjátná.